A szerb régészeti társaság 130 évvel ezelőtt alakult. Ózer Ágnes, a Vajdasági Múzeum igazgatója szerint Újvidék fontos pont a testület életében. Ennek a szerb régészeti társaságnak, ez a szerb régészeti társaság, amelyik Szerbia területére vonatkozott valamikor, kimondottan és fokozottan figyelt a Dunán és a Száván túli szerbség, tehát a magyarországi szerbségre. Dragana Antonics, a szerb régészeti társaság elnöke elmondta, az ilyen találkozásokon van lehetőségük a történészeknek és régészeknek eredményeik bemutatására. Ovi skupovi služe da svi arheolozi u Srbiji, celoj Republici Srbiji, predstave svoje rezultate i značaj ovog skupa, kao i svih skupova pre njega i skupova posle, je to što zaista Srpsko arheološko društvo daje presek rada u arheologiji svake godine. Amima politika, az holnap már történelem, és egy bizonyos idő után archeológiai kutatások tárgyát képezi majd. Jelentette ki Pásztor István, a tartományi parlament elnöke a rendezvény kapcsán. Ilyen módon lehet talán a jelent, a múltat és a régmúltat összekapcsolni. Ilyen vonatkozásban azt gondolom, hogy a politika, a történész szakma és a régészet azok testvértevékenységek. Ugyanis az emberrel foglalkoznak, az ember mindennapjaival foglalkoznak, az emberi ambícióval foglalkoznak. A többnapos tanácskozás házigazdája a Vajdasági Múzeum.